Sziasztok, kalandorok! Itt vagyunk a Mondokonon. És ennek a videónak a témája pedig... Sziasztok, kalandorok! Itt vagyunk újra a Tiny 2-től, itt van velünk Dóra. Dóra, egy kicsit mesélj nekünk magadról. Ugye Dóra nagyon szép kockákat csinál, és itt a beszélgetés alatt látni fogtok vágóképeket a kockáikról. Nagyon szép és nagyon jó minőségű kockákat csinálnak. Tudsz nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy mióta csinálod, illetve... Hát, még nem csinálom egy éve ezt a kockakészítést. Aha. Én eredetileg, nekem a végzettségem az óvodapedagógus. Nakként is dolgoztam, és közben kezdtem el még kockát készíteni, meg ételt kiszállítani, és már az óvodát ott hagytam, és az elmúlt pár hónapban teljes munkaidőben kockákat készítek, és szeretnék majd kibővíteni több szerepjátékos dolgokkal, mondjuk Dice Tower-ökkel, meg ilyesmikkel, de ez még a jövő zenéje. Jelenleg kockákat készítek, akár rendelésre is, de... Tehát akkor, hogyha valakinek egyedi kockára van szüksége, akkor Dóriékat nyugodtan tudjátok keresni. Ez tök király egyébként, meg vagytok az interneten megtalálhatóak, vagytok így a... Igen, megtalálhatók vagyunk, van egy szamapos webshopunk, illetve TikTokon és Instagramon is megtalálhatók. A linkeket itt lent megtaláljátok, úgyhogy nyugodtan nézzétek, megcsekkoljátok. Nekem lenne egy kérdésem. Hogy milyen technikával készíted a kockákat? Öntöd, vagy... Epoxi rezinben öntöm őket, utána csiszolom, polírozom, festem és takarítom őket. Wow! És az öntőformát is én készítem. Egyedül a mastereket veszem. És így milyen esetben lehet, mennyire lehet egyedi egy kocka? Mert ahhoz akkor öntőformát is kell készíteni. Jelenleg, amilyen öntőformán van, abban szinte bármit van, amire akarni, bármit tudok csinálni, és a közeljövőben szeretnék venni egy 3D nyomtatót, ami azt jelenti, hogy akár milyen formájú, mintájú kockát csinálhatok majd. És mit a blender ezek, ezért a 3D-ben nagyon jól mozog. Ez ide akármit meg tudom majd csinálni. Ez tök jó. Láttam egyébként nálatok a pultnál ilyen folyékony belsőjű kockákat, amiben csillámpor is volt. Iszonyú menően néz ki, hogyha még nem láttatok meg, akkor csekkoljátok mindenképpen. Ezt mennyire körülményes egy ilyet csinálni? Nem egyszerű megcsinálni. Eleve meg kell rendelnem ezeket a kis üveggolyókat. Akkor találnom kell jó méretű. Jó helyet, vagy ne törjék össze. Akkor megrendelem, feltöltöm őket sós vízzel, meg valamilyen színezékkel, vagy mica powderrel, vagy egyéb dolgokat rakok bele, azt le kell zárnom UV-rezinnel. Utána azt kell kevernem a rendes epoxigyantát, azt megönteni és belerakni a golyókat, beletuzakolni. Hú, ez elég körülményesnek hangzik. Én örülök, hogy nem én foglalkozok ilyennel, de akkor ezek szerint ilyen folyékony belsejű kockát is lehet egyedit rendelni, hogyha valakinek igénye van. Igen, igen. Szakmenő. És azt most szeretném, csak még nem találtam elég jó méretet, szeretnék szettet csinálni belőle, meg nagyot is szeretnék, ilyen liquid core. Igen, mert egyébként láttam a pultnál, hogy vannak különböző méretben is kockák, vannak ilyen szép nagy húszoldalú kockák is, meg rendes teljes kockaszettek is. Mondokonon tervezel-e kint lenni a többin is a jövőben? Szóval, hogyha érdekelne titeket a kockáig, akkor egyrészt ugye meg tudjátok találni az interneten, másrészt pedig itt a Mondokonokon. Gyertek, nézzétek meg, keressétek meg, mert tényleg nagyon jó kockáik vannak. Még az enyémet nem próbáltam ki, hogy jól dob-e. Csak játszani szoktál a kockákat, vagy szoktál egyébként szerepjátékozni is, vagy társasolózni? Én társasjátékoztam is nagyon sokat. A bátyám volt nagy szerepjátékos, meg én nagyon sokat jártam a Tuan kiadóba társasolózni, meg velük is mentem sokat játékot vezetni, és ezért is kerültem ebbe bele, és a kockakészítés jobban megfogott, mint a játék, meg mostanában nem tudok annyit játszani. Aha. Én online játszok nagyon sokat játékokat. Igen. Hát ez ugye most ugye 2020-as Covid járvány, után egyébként is felkapott lett ez az online játék. Ott sajnos nincs szükség kockára. Nekem ez a legnagyobb bajom egyébként az online szerepjátékokkal, hogy nekem hiányzik a kockagurulás hangja, az érzés, hogy eldobom a kockát. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy én ez igazából a szerepjátékban nem is a szerepjátékot, hanem a kockát szeretem a legjobban. Akkor nem egy kaszinóba. De én kockagoblin vagyok. Tehát, hogy azért az, hogy
mennyit lehet egy kockára költeni, annak így nincs limitje, nálam legalábbis. Én informatikával is jártas vagyok, és gondolkoztam, ilyen digitális kockákat hogyan lehetne csinálni. Uh-huh. Meg a bátyám felvetette azt az ötletet, hogy csináljunk olyat, csak az macera lenne megprogramozni, uh-huh. meg mindent, hogy érzékelj, hogy melyik oldalra esik, és azt küldje. Az mondjuk egy elképesztően izgalmas technológia az lenne. Nagyon melós lenne. Igen. Kitalálni, megcsinálni így fizikálisan, és meg megprogramozni. Endoszkopikus szenzort kéne belerakni, hát, plusz egy mágneses töltőt, ami köbben pont be van csiszolva úgy, hogy nem változtat az egység súlyát. Szóval az azért tényleg... Vagy olyan dobótálcát csinálsz, amin ott van a kis érzékelő kamera fölül, és azonosítani tudja, hogy melyik oldal van fölül, csak az meg sokkal könnyebben elromlik. Meg helyhez jó, kötött. Ahhoz kell a tálca is. Igen. Érdekes. Ja. Illetve hát azért Magyarországon mi meg tudunk segíteni egy kis közösséggel, akik biztos, hogy érdekeltek lennének benne, mert egyébként a nézőink között is, amennyire tudom, elég sokan játszanak online szerepjátékokkal. Aki pedig szereti a kockákat, az tényleg csekkoljátok Dóriék munkáit. Instagramon van róluk egy csomó kép, meg lehet őket nézni. Mi egy elég rövid kis vágóképet csináltunk, ott azért nem látszódik minden kocka, meg nem feltétlenül közelről. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És keressétek Dórit. Sziasztok, fogadjátok szeretettel következő vendégeinket, Markót Rihárdot és Nagy Attila Gábor Arkonírt. Sziasztok. Sziasztok. Mind a ketten a Pixel Colony-nak a égisze alatt érkeztek, valamint még egyéb szervezetek és közösségeket is érint az ő jelenlétük, de arra majd később eltérek. Először is a Pixel Colony-t szeretném kivesézni, hogy mi is ez a Pixel Colony? Hát ez egy elég könnyű kérdésnek hangzik, de bonyolultabb annál, hogy mi is a Pixel Colony. Először is egy gaming közösségnek indult az egész, és aztán rájöttünk, hogy igazából sokkal több mindent is tudnánk mi csinálni közösen, hogy az a potenciál, ami a csapatban van, az több dolgot is meg tud szólítani, ezért lett egy olyan közösség, ami meg tudja szólítani az animéseket, szerepjátékosokat, társasjátékosokat és hasonló szubkultúrákat, és azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha ha nem ilyen gameres közösségnek apostrofálnának bennünket, hanem akkor az e-kultúra szóval lepednénk az egészet, és mi egy e-kultúra közösség vagyunk. És hogyan kell elképzelni ezt az e-kultúrát, ezt az e-közösséget, hogy miért e-kultúra, hogyan működik, mit csináltok végül is itt? Úgy kell elképzelni, hogy igazából van egy idézőjeles vezető réteg, akik azért felelősek, hogy a közösségbe csatlakozó emberek megtalálják a helyüket a közösségen belül. Szóval vannak vezetők, őket konzuloknak hívjuk jelen pillanatban, mindenkinek van egy területe, amivel foglalkozik, és ő igazából nem az embereknek, hanem a témaköröknek a vezetői. És amit csinál, az embereknek a szórakozására vagy a hobbiára irányul. És ezzel a vezető körrel találjuk ki azokat az eseményeket, legyen az offline vagy online, amelyek meg tudják szólítani a különböző témakörökért rajongó embereket. Igaz, hogy most itt ugye Mondokorra nem nagyon tudtatok kijönni nagy gépparkkal, de láttam, hogy azért nektek van egy eléggé masszív gépparkotok. Hát kezdetben ez úgy nézett ki, hogy a közösségnek a lelkesebb tagjai azt mondták, hogy látjuk azt, hogy több rendezvényen keresztül kioszhatjuk az embereknek az eszközeinket, vannak eléggé modern, új és drága eszközeink, de oda merjük adni a rendezvényeken, hogy játszanak az emberek, és ebből kialakult egy ilyen, ha már nekem is van, akkor miért ne játszhatna, miért ne próbálhatná ki más mozgalom, és utána fokozatosan megpróbáltuk beszerezni azokat az eszközöket, amit láttuk, hogy elengedhetetlen. Ami jó lenne, hogyha lenne a közösségnek, és nem nagyon szeretnénk, hogy valakinek az eszköze tönkre megy, akkor az övé. És ezen kívül, ha jól tudom, most már ide az offline térben nem csak ezekkel az expóra kimenős eszközökkel vagytok, hanem alakul, vagy már alakult is egy műhely? Igen, van egy közösségi műhelyünk, ahova gyakorlatilag itt jön be az Emlékgyár Egyesület. Mivel, spoiler,
Az emlékgyárral eléggé szoros összefonódásban alkot igazából egy csodálatos csodát a Pixel Colony és az emlékgyár. Vagy egyébként itt még nem hívtuk úgy, de hogy egyébként Pylonnak vagy Pylonnak is szokták hívni. Igen. Röviden. Igen, igen, igen. Aminek ugye most az egyik terméke, ez a München. Mesélj el. Igen, gyakorlatilag ketten álmodtuk meg annó Vida Gyurival az emlékgyárat, így az egyik alapító tagja vagyok ennek az emlékgyár egyesületnek. Ezt közösségi stúdióként szoktuk apostrofálni, mert egy ernyő szervezet, hivatalosan egy non-profit karitatív szervezet. Egy csomó karitatív kampányba működünk együtt különböző szervezetekkel, a legtöbbször autista gyerekeket szoktunk támogatni a kampányainkkal, de volt már példa egyéb dolgokra, például a kutyamenhelyek támogatására, és ilyen, amit éppen látunk, hogy kell oda segítség, akkor azt megpróbáljuk összehúzni a csapatot, és csináljuk. Miért közösségi stúdió? Azért, mert több irányt fed le. Ez egy olyan ernyőszervezet, ahol vannak képzőművészek, vannak írók, festők, én cosplayer vagyok, és pont itt volt ez az összefonódás, hogy nekem létezett itt Budapesten egy cosplay műhelyem, aminek sajnos el kellett költöznie, illetve most már nem annyira sajnos, mert Szolnokon lett egy elég jó hely, ahova be tudott költözni ez a műhely, és így a Pixel Colony-val együttműködve, összefonódva lett egy ilyen emlékgyár Pixel Colony koprodukciós műhely. Tehát ezen a műhelyen igazából különféle képzőművészeti és irodalomművészeti alkotó alkotásokat kell elképzelni, ilyen workshopokat? Ez gyakorlatilag egy cosplay műhely most. Aha. Tehát ez a úgymond az emlékgyárnak a cosplay üzletága ment le oda, de csak a így viccesen jegyezném meg. Ez egy cosplay műhely. Attól függetlenül itt ebben a műhelyben lesznek olyan oktató jellegű workshopok, amelyik nem kapcsolódnak szorosan a cosplayhez. Például lesznek festő workshopok, ahol akár figurafestést tanulhatnak emberek, lesznek olyan információs workshopok, amit később, mikor már kicsit úgy elrendeződött, és megtaláltuk Szolnokon a célközönségünket, például programozás alapjait fogunk tanítani, algoritmizálni tanítunk meg embereket. Hallod ezt, Mörli? Hogyha azt tetszik neki, akkor lehet, hogy elindul programozó irányba a fiatalember, és ki tudja, lehet, hogy kitermelünk olyan géniuszokat, akikre később büszkék lehetünk. Hogyha meg fontolgatja ezt a programozó irányt, és látja, hogy ezek az algoritmizálási folyamatok nem nagyon mennek neki, akkor nem fog vakon beleugrani. Igen, igen, igen. Na, ez egy tök jó dolog, és főleg az, hogy végül is így a szövetségként, akkor tényleg egy tök jó karitatív programokba tud becsatlakozni. Lényegében igen. Az emlékgyáron keresztül ugye megszületett egy olyan hajlandóság a közösségen belül, hogy legyenek karitatív céljaink is, és ezután ez a gondolkodás meg a hajlandóság hozzásegített bennünket egy sokkal nagyobb szövetségnek a kialakulására. És most én fogok... Vajon melyik lehet az? És most én fogok spoilerezni, ez a szövetség a Nerd Alliance. Azt szoktam mondani, hogy ha a Pixel Colony egy bolygónak a kolóniája, a lakosság, akkor a Nerd Alliance az a galaktikus szövetség. Igen. Tudnélik, a Nerd Alliance az igazából az emlékgyár, az Árnyékszféra, a Pixel Colony,
és a roleplayernek így a négyeséből alakult meg, és onnantól kezdtünk el egyre jobban kibővülni, és folyamatosan bővülünk is. Gyakorlatilag most ennél az asztalnál az egész félen kívül mindegyik jelen van. Igen, zoom, gyere ide mindjárt. Mindjárt hozzuk zoomot. Sőt, egyébként ugye van még külsős támogatónk, aki ugye nem egy külön csapat, ugye Flem személyében. Sőt, igazából az alap ötlet is tőle indul ki. Igen, ő volt a felbújtó. Köszönjük, Flem. Az a baj, hogy én nem igazán vagyok benne, mert eskü soha nem játszottam vele. De hogy nektek van egy eléggé masszív online projektetek már tervben. Mesélnél nekünk erről? Szóval az előbb említett karitatív hajlandóság az Emlékgyáron és a Nerd Alliance-en keresztül oda vezetett, hogy körülnéztünk, és ugye a Nerd Alliance elsősorban most autista gyerekekre irányuló programokat, eseményeket szerveztek, és megnéztük, hogy mi, mint gamerek, úgymond, mit tudnánk ezt a dologhoz hozzátenni, és ugye találtuk egy kanadai kezdeményezést, ez az Outcraft. Viszont ő nem nőtte ki magát, ahogy észrevettük, nemzetközi szintre, hanem ők megcsinálták ezt a projektet. Egy apukáról van szó, akinek van két autista gyereke, és nekik akart egyrészt egy olyan környezetet építeni, amiben játszhatnak, közben felhívja a figyelmét ugye az autizmusra, és ebből egy szép karitatív kezdeményezés alakult ki, és abban gondolkodtunk, hogy mi már vagyunk annyian, meg van annyi tudásunk, erőforrásunk, hogy mi is meg tudnánk ezt itthon csinálni. És pontosan ez a cél, hogy egy olyan platformot és egy olyan Minecraft szervert hozzunk össze a Nerd Alliance égisze alatt, ahol szakemberek bevonásával, adminok bevonásával létre tudjunk hozni egy olyan környezetet a gyerekeknek és a családjuknak, ahol ők jól érzik magukat, és ki tudnak bontakozni. És lehet, hogy még fejlődni is fognak tudni ezen a platformon keresztül. Ez egy nagyon jó terv, és kívánom, hogy összejöjjön. Köszönöm. Ez iszonyú menő. Igen. Visszatérve a cosplayre. Volt már itt velünk egy furry közösségnek a bemutatása. Mesélnél a cosplayről, hogy így honnan jött, miért jött, és például mennyi időbe telik egy ilyen cosplay eszusznak az összerakása. Emlékszem, hogy neked ilyen nagyon nagy cuccaid vannak, ha jól tudom, Warhammer 40K-ból. Igen, van egy Space Marine Power Armorom, amelyik mondtak már rá olyat, hogy az sose lesz kész. Ne. Természetesen mindig volt rajta mit csinálni, most éppen egy hatalmas átalakítás közben van. Egyszer majd eljut arra a szintre, hogy azt mondom, hogy jó, ezt már nem fejlesztem tovább, de még nincs itt az a szint. Nem igazán láttam Space Marine-t mondokonon, több Space Marine-t a mondokonra. Volt egy olyan mondokon, ahol volt kint kettő. Igen. Egyébként ez egy pont jó felvetés, ugyanis egyrészt a Harkonnernek a Space Marine jelmeze már a szolnoki műhelyben kerül felkészítésre majd a konokra, illetve pontosan ez a tervünk és ötletünk, hogyha kész lesz az ő páncélja, akkor szeretnénk szaporítani egy kicsit a Space Marine-okat. Gyakorlatilag sablonként használnánk az én marinomnak az alkatrészeit, és utána gyakorlatilag sorozat gyártható lenne. Asszél. Olcsóbban. Sokkal-sokkal olcsóbban, mint ahogy az enyém készül. Most azt gondoljátok el, hogy ugye az 501-esek is voltak szolnokon, ugye? És amikor ők felvonulnak, azért az mekkora feeling. És képzeljétek el ezt Space Marine-okkal. És különböző rendházak lesznek, tehát mindenkinek megvan a favorit rendháza. Én ultramarinként természetesen, de Ricsinek is van favorit rendháza, Gyurinak is van, Vida Gyurinak is van favorit rendháza, és mikor már jó sokan leszünk, és mindenkinek meg lesz a maga jelmeze a saját méreteire, a saját szája íze szerint felépítve, sőt lesz egy Terminator armorunk is, wow. Szintén Ultramarine Terminator armor, hát szépek leszünk. Azt meghiszem.
elég impozáns lesz. Már én láttam a két Space Marine-t egymás mellett. Eléggé lehengerlő az a kisugárzás, ami ott így jön belőlük. Igen. Úgyhogy fú, ne, a tízet már el sem merek képzelni. De mondjuk, hogyha már valahol a tízre szükség van, akkor ez a bolygó nem tudom, nem élik volna az Encounter-t. Volt egyszer régen egy előadásunk Warhammer 40K-ról. Vida Gyurival voltunk fönn, és a színpadon, és Simon Betti volt még mellettünk, mint sister, és nagyon-nagyon sokan érdeklődtek. Az előző előadások ilyen félházakkal mentek le, ilyen 30-40 ember, mert olyan 50-80 cég lehetett körülbelül a színpad előtt. A mi előadásunk, az tele voltak a székek, és még félkaréban álltak az emberek. Szép. Mert úgy kezdtük az egészet, hogy Warhammer 40K, nem árulok el nagy titkot, hogy 40 ezerben játszódik. És arról szól, hogy az emberiség szétspriccelt a galaxisban, szedik össze a különböző emberi kolóniákat, akik már rég nem tudják, hogy honnan származnak. Úgy kezdtük az egészet, hogy amit most úgy gondoltak, hogy 2000 van, hát nem. 40 ezer van, és a császár nevében jöttünk visszacsatolni a bolygótokat az impériumhoz. Ha szeretnétek, elmondjuk, mi történt a kimaradt időben. És nagyjából így állunk a Warhammer 40K-hoz, hogy egy játék, de egy nagyon szép játék. Hát nagyon szépen köszönjük. Na, akkor ennyi. Én mindenképpen meghallgatnám azt a előadást Space Marine-okkal. Köszönjük szépen, hogy velük voltatok, és nektek is köszönjük szépen, hogy ezt is megnéztétek. És akkor merre lehet titeket fellelni, akár offline, akár online? Igazából van már egy nagyon jól kialakított Discord szerverünk, ami az online tere a közösségnek. Viszont van egy weboldalunk, ami összefogja ezt az egészet, ez a pixelkoloni.hu, illetve hát az emlékgyárat is majd lassan megtalálhatjuk szerintem. A pixelkoloni.hu-ról, mint partner az emlékgyár is elérhető, tehát hogyha ezt az egyet megjegyzik, akkor onnan megtalálnak minket is, megtalálják a Nerd Alliance-t is, és megtalálnak nagyjából minden partner szervezetet. Illetve megfordítanám ezt az egész kérdéskört, szóval, hogyha már a Nerd Alliance-t megtaláljátok a Facebookon vagy a média felületeken, akkor az összes tag közösséget meg fogjátok találni. Igen. Szóval keressetek rá a Nerd Alliance-re, keressétek meg a Pixel Colony Discord szerverét, hogyha úgy érzitek, hogy egy tök jó, dinamikus és e-kultúrával, nerdséggel foglalkozó közösségre akartok részt venni, vagy hogyha esetleg karitatívkodni szeretnétek, akkor írjatok a Nerd Alliance-nek, írjatok az emlékgyárnak, és biztos, hogy találunk neked megfelelő. Linkek ide lent. Itt az asztal alatt. Igen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sziasztok! Szerencsés dobást! Szerencsés dobást! Köszönjük, hogy megnézted a videót. Egy lájkkal és a feliratkozással kifejezheted a tetszésedet. Ha nem tetszett valami, vagy véleményed támadna, írd le azt a komment szekcióba. Ha pedig támogatnád a csatornát, örömmel látunk a patronjaink között.